Szép napot kívánok! Ez itt az NX TV újabb műsora, méghozzá a DTM Superliga utolsó zárófutamával. Nos, lássuk az időmérőn, kik hol voltak. Szabó György volt az első, második Farkas Márton, harmadik Péntek Dániel, negyedik Romvári Bálint, Varga Dominik lett az ötödik, Boró Krisztián a hatodik, Orbán Tamás a hetedik, Kárász Rudolf a nyolcadik, Jaksi Gyula a kilencedik, Súlyok Norbert a tizedik, Kis Levente a tizenegyedik, Pap Olivér a tizenkettedik, Marinka Tamás a tizenharmadik, és ennyi. Nos, hát mivel ez az utolsó futam, ezért nem kell elkeseredni, mivel Levente, Kis Levi, a liga vezető közölte velünk, hogy nem kell túl sokat várni, elmennek egy kis nyári szabadságra, de szeptemberben újult erővel visszatérnek a hetedik évaddal, ha jól tudom, újból DTM lesz. És R-faktor 1. Úgy érzem, az lesz. Nem hiszem, hogy belevágnak R-faktor 2-be, de hát még ameddig van kellett az R-faktor 1-nek, természetesen addig még lesznek ligák. Nos, hát a súlyokkal, azokkal úgy állunk, hogy Orbán Tamás ezúttal is 50 kg-ot cipel magával, Sáfrány Róbert 40-et, Csíprő Máté 30-at, Kárász Rudolf 25-öt, nem, Farkas Márton 25-öt, Kárász Rudolf 20-at, Súlyok Norbert 15-öt, és még egy 15-ünk van, Jaksi Gyula. Srácok felálltak a rajtrácsra. Lássuk, mi történik. És el is indult a futam. Így is van. Szabó György meg tudta tartani az első helyét, de nézd. Jaksi Gyula kicsúszott. Halló? Na, tehát. Akkor érzékelősre tettem a mikrofont. Jaksi Gyula, ha a hatodik helyen van, menjünk vissza előre, mert a mikrofon miatt egy kicsit lemaradtam. Tehát akkor összegezzük. Szabó György az első helyen, második helyen Farkas Márton, őt követi Boró Krisztián a harmadik helyen, Varga Dominika a negyedik helyen, Kárász Rudolf 5, Jaksi Gyula 6, Pap Olivér 7, Orbán Tamás 8, Súlyok Norbert 9, Kis Levente 10, Romvári Bálint 11, Péntek Dániel 12, Marinka Tamás 13, és visszafordultunk. Viszont itten Farkas Mártonnak egy kis probléma mája van. Op, op. Volt az. Hol vagy? Boró Krisztián. Igen, hát Boró Krisztián megpróbált előzni, nem igazán jött össze neki. Viszont nyakába kapta Varga Dominikot. Most itt Boró egy kicsit hibázott. Varga Dominik szélárnyékból kicsapódott. Visszacsapódik. Hát megesik, és most lássuk féktávon, mi történik. Féktáv, igen, jobban bevette a kanyart, és Varga Dominik ezúttal szépen meg tudta oldani, hiába.
múlt heti letolás azért lehet, hogy hasznos volt. Legalább egy dislike-ot kaptunk. Na mindegy. Van. Tehát harmadik helyen Varga Dominik. Őt közvetlen követi ugye Boró Krisztián a negyedik helyen. Lássuk, tehát vissza tudja elvenni a helyét, a harmadik helyet. Jó, és hát tapad rá, de nem biztos, hogy elég lesz neki a sebesség. Hát úgy néz ki, hogy nem. Talán most rátapadt. Hagy helyet neki. Külső ívben. Hát ott nem biztos, hogy össze fog jönni. Így és van. Ott meg se próbálkozott ugye. Hátul még történik valami. Igen, Carlos Rudolf, illetve Jaksi Gyula. Nézzük csak Jaksi Gyula. Jaksi Gyulának jól láttam, van 15 kg plusz súlya Carlos Rudolfhoz képest, és most Rudit meg is előzte. Azonnal megnézem, hogy Carlos Rudolfnek is, nem, Carlos Rudolfnak jól láttam 20 kg van, Carlos Rudolfnak 20 kg plusz súlya van, hogy könnyebben tudta Jaksi Gyula megelőzni. Egy kicsit előrébb, Boró Krisztián még nem tudta legyűrni Varga Dominikot. Dominik előtt Farkas Márton. Ő előtte Szabó György. Szabó György egy új srác, én legalábbis nem tudom, mióta lehet itt a ligába. Lehet, hogy pont az utolsó pillanatokba tett be. Az ilyen. Nézzük hátul, mi történik. Hát utolsó helyen Péntek Dániel valamiért 13. helyen van. Marinka Tamás 12. és lássuk Bálint Romvári 5-e. Pap Olivér, igen, Olivér és Romvári Bálint csatáját áthatjuk. Lássuk ki lesz a gyorsabb. Hogy Pap Olivér nem igazán tud felzárkózni. Haladjunk előrébb. Várit láthatjuk. Ezúttal eléggé hátul van. Viszont meg ki van súly. Neki nem súly van. Nem súly van. Viszont előtte van Kislevi. Jaj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 
meg is előzte. Nem minden futam úgy, hopp, és egy kis driftelés Papp Olivértől. Előrébb, itt mi történik? Súlyok Norbert a 8. helyen van. Orbán Tamás a 7. helyen. Ugye Orbán Tamásnak van 50 kg súlya, plusz súlya, és jelenleg ő vezeti a pontállást, méghozzá 199 ponttal. Na még egy kicsit előrébb, Kárász Rudolf a 6. helyen. Kárász Rudolf
Igen, ő a pontállásukban az ötödik helyen van, és 148 ponttal vezet. Hát vezet, hát 148 pontja van. Gerőri Boró Krisztián. Á, drága Krisztián, te elég hátul vagy. Pedig ő mindig itt volt. Jaksi Gyula negyedik helyen van, és lássuk neki, van ugye 15 kg súly. Igen, és a hetedik helyen van 134 ponttal, ugyanannyi pontja van, mint Súlyok Norbertnek, aki a hatodik helyen van. Elől, hát a dobogón ugye, a dobogó utolsó fokán Varga Dominik. Hát, látom, hogy hány pontja van. Lényeg az, hogy ez már a második futam, sőt, azt hiszem nincs is pontja, mert mint ez a második futamja volt, ugye múlt héten volt az ominózus, nem veszem a körömet, de szerintem ezt a témát már itt lezárhatjuk, mert enyhén szólva egy picit megsértettem Dominikot, de túl erősen kritizáltam, de kritikát le kell nyelni, tehát hogyha pilóta vagy, akkor támulhatsz arra, hogy nem mindenki azt látja, amit te. De viszont itt Dominikot Jaksi Gyula le akarja gyűrni. Szépen próbálkozik. Télárnyék jön a féktáv. Fék egymást. Ásuk Gyulának egy picivel jobban sikerült a kigyorsítás. Na, most jön egy Palos, megelőzte, hoppá, hoppá. Őt, Boró Krisztián is rájuk esett. Próbálja Dominik visszavenni Gyulától a pozíciót, viszont Dominik nem csak előre, hanem hátra is kell figyeljen méghozzá Boró Krisztiánra, akinek, ha jól láttam, akkor nincsen súlybüntetése. De Krisztiánnak sincs, nem Krisztiánnak, Dominiknak sincs súlybüntetése. Ezért kiegyenlítődtek. Hopp, hopp, fékáv, ott, meg volt. Hát, volt kocs. Viszont Krisztián elvesztette az uralmát az autó fölött, is lecsúszott egy kicsit a pályáról, és rögtön Kárász Rudolfman közelebb is tudta vergődni, idézőjelbe vergődni. Úgyhogy, hogyha beletűszentek a kinek, de nagyon csavarja az úrom. De lehet, hogy a gőztől, mármint, hogy kint benzingőz van. Autókkal mennek a srácok. Na, lássuk. Tehát akkor Varga Dominik továbbra is próbálkozik bevenni a harmadik helyet. Viszont Jaksi Gyula ezt nem óhajtja megengedni. Átmentünk most megjóba, úgyhogy István, szia! Nos, lesz-e itten valami? Mert ha nem, akkor előveszem a meséskönyvet, és akkor elkezdem olvasni a Farkast és a Hét Törpét. Hófehérke és a Hét Törpe volt? Nem a Piroska és a Hét Törpe? Nem. Hófehérke és a Farkas,
meg a hétörpe és a róka. Na jó, mesemondó létemre meséket nem ismerem. Egy mesét ismerek, de azt inkább nem mondom el. Na, hát egész a harmadik helyig itten eljutottunk, lássuk a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyet. Ott van egy sárga autó, azt meg is nézzük. Farkas Márton. Megnéztük Farkas Márton, menjünk tovább. Hú, György. Hát erről a gyerekről túl sok mindent nem tudok. De ha indul a következő a hetedik évadban szeptembertől, hangsúlyozom szeptembertől, Levente mondotta nekem, hogy légy szíves mond be, hogy szeptembertől újraindul a hetedik évaddal TTM. Lemaradni semmiről. De térjünk vissza Szabó Gyurira, tehát hogyha Szabó Gyuri a hetedik évadban dúlni fog, akkor megpróbáljuk majd fog végre kapni a srácot, és akkor várdos, sőt, azt tervezném, ha maradnak a live-ok, akkor egy-két srácot, hogyha még visszajátszásból is csináljuk, akkor egy-két srácot majd meg fogok hívni, illetve felveszek velük egy-két interjút, hogy milyen volt a futam, hogy érezték magukat, stb. Mint annak idén az MML-ben, túl szuper volt, igaz, ott is visszajátszásból csináltuk a futamokat, viszont ott voltak Dulai Peti, meg a többi szőjelbe ott a nagymenők, tehát a pilóták nagy része ott volt, és akkor elmondták, hogy milyen volt, meg hogy volt, közben ők is, hogy észrevettek körülöttük bármilyen, akkor el tudták mondani, és akkor nem csak ilyenbert tudtunk figyelni, és akkor ezt próbálnám itt a DTM-be is újra behúzni. Még hogyha nem is lesz majd kommentátor társam, akkor is valahogy megcsináljuk. Nos, akkor összegezzük. Szabó György az első helyen van. 1.50-131-es körrel. Második helyen Farkas Márton 1.51-164. Jaksi Gyula harmadik helyen 1.50-187. Varga Dominik 1.50-951. Még mindig a negyedik helyen. Furcsán megy. Vagy nem tudott egy jó beállítást csinálni, vagy egyszerűen nem benne ki ez a pálya. Gyulát nem tudta visszaflőzni. Van ez így. Boró Krisztián ugye az ötödik helyen, aki próbálja magát közelebb verekedni Dominikhoz. Ő 1.56-22-t ment az utolsó kere elment az irányba, nem tudom. Karas Rudolf, ő a hatodik helyen van, 1.57-18. Elő nem nagyon. Krisztián próbálkozik, viszont rengeteget hibázik. Orbán Tamás, ugye ő vezeti per pillanatban a pontállást, ő 1.51-331-et ment. Ugye meg lehet érteni, hogy miért ennyire lassú, neki 50 kg plusz súlyt kell cipelnie. Második a Sáfrán István, én úgy láttam, hogy nem. Romvári Bálint, nos, Romvári Bálint gyorsabb, mint Orbán. Bálint 1.58-06-ot ment. Lássuk neki mekkora súlya van. Jaj, mádom, amikor nem látom. Súlya. Ő az első, aki súlya. Na jó, a második, mert Boró Krisztiánnak sincs. Ja, megtaláltam Krisztiánt. Jó.
Tehát Boró Krisztián, ő a 8. helyen van a pontállásban, és 130 pontja van. Romvári Bálint, ő a 9. helyen, és 126 pontja van, és súlytalan. Na jó, nem a világűrben van, hanem lent a földön, és nem kapott súlybüntetést. No, akkor menjünk tovább. Már is lassult egy 51-36. Súlyok Norbert, akinek van súlya. Súlyok Norbert. Megint le fognak baszni engemet. Főleg Súlyok Norbi. Lényeg, hogy Súlyok Norbertnek van 15 kg súlya, úgyhogy Súlyok ezúttal nem súlytalan, hanem súlyos egyéniség. Ennyit a Súlyokról, menjünk tovább. Elértünk a ligavezetői Kis Lementéhez. Perpont a 10. helyen van, 1.54.112-vel. Levi, hol vagy? Levente. Az a probléma. Igen, Kis Levente 10. helyen, 116 ponttal. Volt ő már ennél előrébb is, sőt, ő már nyert is futamot. Igaz, kaotikus volt a futam, de jó helyen végig kellett mennie. Dominózus futamon, a futam után volt székelyhimnusz is, minden, ami. De ezen a versenyen nem, valahogy nem nagy ki belőli. Marinka Tamás a 11. helyen, ő kicsivel gyorsabb, mint Levi. Legalábbis az utolsó körében, ő 1.53.094-et ment. Pap Olivér 1.54.539-et idők helyen. Hát, sajnálatos módon Péntek Dániel kiesett. Úgyhogy már megvan az első kiesőnk is. Viszont Szabó Gyuri 1.51.380-e. 11. körbe vagyunk. Egyenlően úgy néz ki, hogy a srácok nem jöttek ki a boxban. Na más, hátul láttam. Igen, Varga Dominik és Boró Krisztián. Hát Dominik előbb-utóbb lehet, hogy még hátrébb fog esni, mert Krisztián nem igazán hagyja magát. És feltétlen meg akarja előzni. Nem onboardot. Menjünk Krisztiánnal. Legalább egy kör, ameddig nem előzi meg. Hogy Krisztián csak követni tudja Dominikát, legalábbis itt ezen a részén a pályának. A füvet. Ilyen beresztette az autót. Na, talán itt van. Jön a féktáv, ahol illetve a sikán. Igen, úgy néz ki, hogy Dominik kigyorsítással próbál védekezni, idézve a kigyorsítással.
persze védekezni. Viszont azok, akik ezt a módszert használják, ugye, hogy kanyar után megpróbálnak arra koncentrálni, hogy a kigyorsításuk tökéletes legyen, meg tudnak lógni, viszont lesz egy hatalmas hátrányuk a hátul jövővel szemben, miszerint a hátsó kerekük jobban fog kopni. Ugye, mert arra koncentrálunk, minél hamarabb a gázzal, és minél hamarabb meglógni az illetőtől. Hogy, hát elég rossz hívbe vette Krisztián. Igen, ahogy látok, Krisztián kvázi nem teljesen a jó éveket használja. De nézzük már meg, hát hogy igen, meg is van az oka, hogy miért nem teljesen azokat az éveket használja Krisztián, amit kellett volna, méghozzá Romvári miatt. Menjünk hátrébb egyel. Romvári? Jó van. Kárászudó, elnézést. Tehát akkor azt a másik évet, az az ideális élet azért nem használta Krisztián, mert Kárászudó feltételezem, hogy ott volt mellette, és nem igazán lehetett volna összeakadni vele. Tudok gyorsabb volna, mint Bullock, ez így is van. Hopp, ott elől Dominik jön a boxba. Bullock nem, Kárászudolt sem. Varga Dominik visszaesett a hatodik helyre, így hogy bement a boxba, viszont lehet egy nagy előnye. Méghozzá elé tud vágni a harmadik helyen, nézzük csak meg, Jaks Gyula. Talán elé tud vágni, ha Gyula majd jön a boxba. Negyedik körben vagyunk. Szabó György még mindig vezet. De már egyre lassabb, szóval 52-es időket megy. Meg Dániel Farkas Márton második helyén. Ő egy kicsivel gyorsabb, mint az előtte lévő Szabó György. Viszont támogunk csak egy kicsit. Beállítottuk. Nagyon nem innen. Egy, ő, három. 5 másodperccel van lemaradva. Hoppá, és már jön is a boxba. Szabó György a boxba. Nézzük Farkas Márton. Farkas Márton elment még egy körre. Talán itt az esélye arra, hogy meg tudja előzni. Hát Mártonnak is elég lassú a köre. De ezt a kört nagyon meg kell nyomja ahhoz, hogy amikor bejön a boxba, akkor föl tudjon zárkózni. Közben megérkezett a pizza. Farkas Márton az első. Bert pillanat. Bullock Krisztián a második. Bert pillanat, és őt követi Kárász Rudolf. Ők természetesen még nem voltak boxban. Lássuk, Farkas már bejön-e most a kör végén a boxba, vagy sem. Nagyon jó kérdés. Közben megjött a reggelink is. Részem van.
ötödik körbe vagyunk, és úgy néz ki, hogy egy körrel később fog bejönni. És igen, ezúttal a farkasmáton bejön a boxba. Lássuk, hogy ilyen gyorsan cserélnek gumit, illetve tankolnak. Megsugom, azt hiszem, hogy tankolnak. Nézzük. Ó, és bejön Boró Krisztián is, illetve Kárász Rudolf is, tehát nem hagyják egymást. Nos, Farkas Márton, első hely. Hopp, és ott hátul valami történik. Igen, Szabó György, illetve Romvári Bálint. Ugye Bálint szerintem még nem volt bent a boxba, viszont hol vagy? Szabó György a második helyen van. És Farkas Márton egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsit tudott ezzel nyerni. Közben annyit tudott nyerni, hogy közvetlen itt van a hátánál, viszont ezt megköszönheti Romvári Bálintnak, aki még nem volt a boxba. Lássuk, baleset lesz-e? Nem lesz. Romvári ragaszkodik a második helyéhez. Feltartja Farkas Mártont. Ajaj. Mi lett veled? Egymást. Csak kinőség. Igen. Na, most el tud-e menni? Előzte, viszont Bálintnak van egy rossz hírem, jön Dominik. Hoppá, és Dominik a boxba meg tudta előzni Jaksi Gyulát. Sok Bálintot megelőzik-e? Dominik nagyon ott van a szélárnyékba. Húzódik. Na, féktáv. Bálint védi. Az éveket és hibázik. Szerintem itt a kigyorsítás rontott el Bálint. Viszont Dominik feljut a harmadik helyre. Hát Farkas Mártonnak eléggé egy kicsit keresztbe tettek, de hát ez természetes. De joga meg volt Bálintnak ugye védeni a pozícióját, akkor is ugye a kopott gumikkal volt kint. De úgy néz ki, hogy visszaállt a régi, hát ilyen elől újból Szabó György, őt követi Farkas Márton. Viszont ezúttal közelebb van hozzá, hogy igen, harmadik helyre meg fel tudott zárkózni Varga Dominik. A Jaksi Gyula a boxban itt nem történhetett, hogy ennyire lemaradt. De hát láthattunk egy takai előzést, mi szerint a boxban oldották meg az előzést. Kárász Rudolf az ötödik helyen, hát ő is eléggé lemaradt. Már nem. Rudolf visszajött ugyanoda, ahol volt. Boró Krisztián, hát Boró Krisztián ő jobban lemaradt Kárász Rudolftól. Bán Tamás a hetedik helyen, Romvári Bálint a nyolcadik helyen. Ő volt-e már? Már nem. Maradunk vele, bejön-e a boxba, mert ez a 2,8 lehet, hogy annak a hatása, hogy ugye hibázott ki ott. Nem igazán hinném, hogy Dominik volna, hogy megütötte volna. Szerintem inkább a kigyorsítást rontotta el. De ha nem, pont olyan pozícióban néztem, tehát néztük ugye, hogy nem látszott konkrétan. Jön? Nem jön? Akkor ezek szerint volt már a boxba. Lássuk, milyen időt megy. Ajajaj, na és akkor Bálintnál itt hull szét az egész.
kis lemente, igen. Hát úgy néz ki, hogy a pluginom egy nagyon picit szét volt. De nem baj, 17. körben vagyunk, mert csak kibírjuk valahogy. Marinka Tamás a 11. Közben a Zenix TV logónk egy picit arrébb költözött. Papulivér a 12. Teglájén ilyen továbbra is ki van esve, és Szabó György továbbra is vezet. Őt követvén Farkas Márton, viszont itt hátul Dominik és Gyula között lesz valami kapcsolatjuk lesz, és Gyula megelőzte Dominikot megint. Dominik újból meg lett alázva Gyulától. De rossz vagyok. Érverést érdemlek. Na hát Dominiknak fel van az azért a lecke. Nem nagyon tartani ahhoz képest, hogy nem igazán van. Ja. Viszont Gyulának van súlya, igaz csak 15 kg, de van. Viszont az lehetséges, hogy Dominiknak sokkal kisebb a végtempója, és emiatt simán meg tudták előzni, de itten Gyula hibázik. És ez Dominik ki tudja használni, mint ahogy Ádám kihasznált azt, hogy kinyitottam a pizzát, és már rögtön rácsapott. És már egy szelet hiányzik is a pizzával. Na jó, térjünk vissza a versenyre. Ő egy ilyen nyálkás nyúlós valami. Jó. Na jó van. Kecsa! Na, közben még a drága nagyfiam behozza a ketchupot. Addig láthattuk, ahogy Varga Dominik megelőzi Gyulát. Jó. Tehát akkor pizzára ketchup is került. Ennek a kedves NXTV nézők nagyon is örülhetnek. Viszont annak is örülhetnek, hogy itt egy gyönyörű csatát láthatunk Varga Dominik, illetve nem te vagy, hanem Jaksi Gyula között. Oda-vissza előzgetik egymást. Most ezúttal Gyula van elől. Hagyott helyet, igen, szépen hagynak egymásnak helyet, azért látszik, hogy két profi megy az úton, melyik a gyorsabb, hát amik elő van. Nos, ezúttal Gyula a negyedik helyen, tehát a következő kanyarban szerintem megint változik. Hát... ugye most előzni Dominikot. Melyre kell beleharapni ebbe a pizzába, mert lehet, hogy itt elkezdek itt köpködni pizzadalobokkal, úgyhogy kicsit gusztustalan leszek. Nos, hát első harapás meg volt. Gyula továbbra is a negyedik helyen van, Varga Dominik megtudt a harmadik helyet, jön a féktáv, és fékeznek. Na, úgy néz ki, hogy Gyula külső évről próbálkozik, nem jött össze neki. Talán. És megelőzte. Lássuk, a következő kanyarig meg tudja tartani. Na, gyorsítás, pici koc, ez még belefér. Gyula még mindig a harmadik helyen. Dominik visszaesett a negyedik helyre. Télegyenes, lássuk. Igen, szóval akkor rájöttünk,
Varga Dominiknek lassabb az egyenesbe az autója, jobb a kigyorsítása, viszont Gyulának nagyobb végtempója van. Ezért van az, hogy oda-vissza előzgetik egymást. Persze, hogy kapcsolgassam mitten ő. Na, tudom, merre kell elkapcsolni innen. 5. helyen Boló Krisztiánt láthatjuk, ahogy senkit ő nem zavartatva koptatja a kormányát, meg a gumikat, a rázóköveket. Kárász Rudolf a 6. helyen, Orbán Tamás, hát szerintem megállhatna és kidobhatná azt a zsákot. Bőjök Norbert. Kis lelent a boxba. És visszaesett a 10. helyre. Mi történt? Atya úristen, mit csinál? Elektronikát is cseréltek abba az autóba? Ment. No, tehát akkor kis lementét láthatjuk. Ne feledjük, 7. évad, szeptembertől. Pap Olivier 11. helyen. Tomvári Bálint is kiesett ezóta. Hát lehet, hogy elmentek péntek Dániellel együtt sörözni. Hopp, és Farkas Márton 2. helyen lekörözte a mögötte lévő rózsaszín párduc autót. Lehetett az nem hülyeséget mondani. Szerintem Pak Olivér volt. Köszönöm már, hogy ki őted. Pap Olivér volt. Na, majd vissza. Jó. Gyuli, Márton, Gyula, Domin, már megint megelőzted. Hát nem igaz. Na, közben, ha már lúd legyen kőér, ugye 22. körben vagyunk, ha már reklámoztuk egy kicsit a DTM-et, hogy szeptemberben fog indulni a DTM 7. évada, akkor reklámozom egy nagyot a Zenix Chipit is, a Zenix TV-nek a gáját. Vagy nem is tudom, még volt árt előbb, a Liga volt is, aztán a TV, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy meg volt az első hivatalos teszt. Sokat tanulhattunk, ugye több-kevesebb sikerrel. Én per pillanat, ha jól emlékszem, azt hiszem, hogy 10-szer voltam a boxba. Ugye, sajnálatos módon letörtem az első szárnyamat, és gondolom, mindig újból jön a boxba. Gumicsere. Tehát letörtem az első szárnyamat, lecsaptam a kanyarokat, balfaszkodtam, szerencsétlenkedtem, és rengeteg, de rengeteg 10 másodperces gólt kaptam. De tanulságos volt. Na már most, aki még akar jelentkezni a ZenixGP ligába, R-Faktor 2-vel indulunk. Szerverünk van, 24 szerver, TS szerver lehet gyakorolni. Form 1-es móddal, 2016-os Form 1-es móddal és az NFT 2015-ös pályacsomaggal megyünk. Hát az egész össze van gyűrve. Tehát az egész össze van gyűrve egy 3,5 gigás móddal. A mód egész tűrhető, nagyon jó tapad, gyorsítással sincs gond. Tehát többek is azt mondták, hogy elég jó a mód. Ezek a futamok egyenlőre per pillanat úgy néz ki, hogy péntekenként 20 órakor lesznek. Illetve
Levente fölajánlotta, hogy egész addig, ameddig nem lesz ugye, a DTM, addig szívesen ideadja a szombati időpontot. Ezt még a srácokkal meg fogjuk beszélni, de lehetséges, hogy úgy lesz, hogy a kedves tévénézők, illetve NX TV nézők nem maradjanak le a szombati közvetítésről, pénteken meg lesz tartva a futam, illetve szombaton visszajátszásból valahogy megoldjuk, visszajátszásból pedig leközvetítjük a futamot. Remélhetőleg ezúttal Varga István barátom is itt fog lenni, akkor le tudjuk közvetíteni. No, térjünk vissza. DTM, Nürburgring, Szabó György, első hely, 24. kör. Gumi tele volt, tankolás volt. 1.53.95, 220 volt. Farkas Márton a második helyen van. Hát úgy néz ki, hogy vagy Márton maradt le, vagy Gyuri húzott el. A lényeg, hogy újból távol vannak egymástól. 1, 2, 3, hát 3-4 másodperc körülbelül az per kávé. Jaksi Gyula a harmadik helyen. Boró Krisztián követi őtet. Hova tűnt Dominik? Ferenc Rudolf az ötödik. Varga Dominik visszaesett, ugye volt a boxba, és visszaesett a hatodik helyre. Viszont kijött egy extrém gyors kört, 1.48.688 a friss gumikkal. Sajnos azt nem írták ki a srácok, hogy hány körös zájra. Tudnám ajánlani a következőt, már a következő évadra. Konkrétan azt tart, hogy ugye fent, ahol mutassák a versenyt, ugye, mint például most itt a Nürburgring, mellé oda bigyezhetnék, hogy hány körös volt. És akkor is sokkal egyszerűbb volna az egész. Így akkor én is tudnám, hogy mit tudni, Nürburgring, ennyi kilogramm, és akkor ott a mellette, a pályanév mellett ott volna az, hogy hány kör. Nem kell nagy izé, csak tám. Már megint. Nem akarok beleszólni a ligai életében, de megteszem. Mert nekem így könnyebb volna, akkor ki kéne tudózzam, hogy hány. Egyszerűen is meg oldani. Öppá, ott egy lekörözés. Igen, egy lekörözés, ami szép katasztrófa mentesen történt. Kárász Rudolf körözte le a Polivér, mivel már csak a Polivér az egyetlen, akinek rózsaszín autója van. Igen. Orbán Tamás. Tudok, Norbert, hoppá, hoppá, ortalanul, súlyosan és ortalanul. Valaki orba vágta. Lássuk, bejön-e a boxba majd autót szerelni, vagy úgy gondolja, hogy most már végigmegy. Hát, Norbi kicsit, bocsánat, közlekedik. Közben, ha nem beszélek, ez nem azért nem teszem, mert nincs mit vanom, hanem mert teli van a szám. És
mondta, az én anyukám úgy nevelt, ha teli van a szád, akkor hallgassál. Norwegen be is jön a boxba, úgy látom, mintha félrehúzna az autó, tehát lehet, hogy a felfüggesztés is sérült. Hogy... hogy ne lássuk. Tehát akkor Norbi visszaesett a 9. helyre és jön a boxba. Ja, megcsinálom. Igen, betették, megcsinálják. Cserélnek. Vagy csak valaki emelgeti az autóját. Jó, megtankolják. Jó sokáig bent tartják. Letörlik a port róla, lemossák a szélvédőt. Közben Norbi lehet, hogy kiugrott a WC-re is. Ellenőrzik a guminyomást. Rendelnek egy kávét. Esetleg egy pizzát. Közben 10. helyre esett vissza. Már 3,15. Jézusom. Jóisten, de sokat tartják bent. Na jó, hát ezt már nem várjuk meg Norvit. Menjünk előrébb. Jelentéhez. Van perc pillanat. Malinka Tamás a 8. helyen. Orbán Tamás a 7. helyen. Kárász Rudolf a 6. Varga Dominik feljebb tudott jönni, most már az 5. helyen van. Nagyon-nagyon-nagyon messze van az dobogótól, úgyhogy sajnálatos módon szerintem nem fog odaérni a dobogóra, bármennyire is próbál gyorsan menni, ugye neki volt egy 48-an amennyi teje, tehát ha jól emlékszem, akkor ővé volt a leggyorsabb kör a futamban. Perfinat egy 49-70, nem igazán hiszem. Valaki, aki gyors köröket ment. Borók Krisztián 1.52.05. Jaksi Gyula 3. helyen 1 másodperccel lassabb, mint Dominik. Farkas Márton, hoppá, Farkas Márton 1.49.850. Gyula még mindig. És ki? Szabó György, 1.51.309. Hát, mit is? Hallgatok. Mert hallgatni arany. Viszont Dominik előtt ott van Boró Krisztián.
Igen, elnézést kérek mindenkitől. Hát picit lemaradtunk, ezért vész a vészők, nem maradunk ennyi. Má. Vissza. Csak hogy nem maradjunk le semmiről. Annyira pizzára koncentráltam, hogy lemaradtunk a befutóról. Hát egy picit. Tehát akkor 28. körben Szabó György megnyerte a Nürburgringi futamot. Második helyen Farkas Márton. Harmadik helyen Jaksi Gyula. Van. Negyedik helyen Boró Krisztián, illetve Varga Dominik még csatáznak az utolsó pillanatig. Viszont ennyi volt, Boró Krisztián beérkezett, Varga Dominik az ötödik helyre tudott felzárkózni, Kárász Rudolf a hatodik helyen van. Így is van, Orbán Tamás a hetedik helyen, Kis Lement a nyolcadik, Marinka Tamás a 9. Kölyök Norbert a 10. Pap Olivér a 11. Kiestek Romvári Bálint, Teg Dániel, nagyjából ennyi. Jól már törik egymást gyerekek. Viszont Hol is vagy, eltűntél. Orbán Tamásnak pedig len gratulálunk az a DTM Superliga bajnoki címéhez. A követtektől nem látunk semmit. Úgyhogy ennyi volt a ez a Nürburgringi fantasztikus futam. A befutójáról majdnem le is maradtunk. Úgyhogy ezúttal is még egyszer gratulálunk Orbán Tamásnak a bajnoki címéhez. Én Létai Attila voltam, önök az NX TV-n a DTM Superligát láthatták. Szeptemberben ne feledjék, szeptemberben újraindul a Liga 7. évaddal. Kis Leventét keressétek majd, hogyha jelentkezni akartok. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!